A tárcavezető rámutatott, a galamb és a nyúlhús kiváló beltartalmi értékekkel rendelkező, egészséges alapanyag, élelmiszerforrás. A tenyésztés ráadásul, legyen szó akár hazai dísz- és haszongalamfajtákról, akár hazai nyúlfajtákról, hozzájárul a genetikai erőforrások és a biológiai sokféleség megőrzéséhez. Fantasztikus érzés látni és átélni a tenyésztésnek az örömét. Egy életre magával ragadja ez az ember. A tenyésztő a tökéletességre törekszik, és már-már művészként dolgozik, alkotja az élő anyagot. Azonban a galambászat, a kisállatokkal való törődés nem csupán művészet, hanem tudomány is. Anker Alfonz óta tudjuk, mit jelent a genetika. Elegendő csak arra gondolni, hogy a tenyésztés, legyen szó akár hazai dísz- és haszongalamfajtákról, hazai nyúlfajtákról, hozzájárul a genetikai erőforrások és a biológiai sokféleség megőrzéséhez. A Kárpát-medencében kialakult állat- és növényfajtáink jelentős részét sikerült megőrizni, amely nem csak a múltunk, de a jövőnk miatt is rendkívül fontos, hiszen az élelmiszer termelésünk alapját jelenti. Nagy István arról is beszélt, hogy a galambászat és a nyúltenyésztés gazdasági hasznot is jelent. Az Agrártárca támogatást nyújt a haszongalapvásárláshoz, a tenyésztők 2019 óta igényelhetik azt. Eddig 117 millió forinttal segítették ezt a tevékenységet. A tenyésztés és a piaci megjelenés mellett nagy figyelmet fordítunk a vidékfejlesztési programban a telephelyeknek a fejlesztésére is, amelyet az állattenyésztés szempontjából kisebb részt képviselő kisállattartók is igénybe vehetnek. A tavalyi évben a kisállattenyésztők közül 1500 kérelem nyert támogatást, több mint 6 milliárd forintot fizettünk ki az ő részükre. Hiszem, hogy a támogatások eredményeképpen újabb és újabb sikereket könyvelhetünk majd el. A tárca vezető köszöntötte a Magyar Galamb és Kisállattenyésztők Országos Szövetségét megalakulásának 140. évfordulója alkalmából, valamint a gyomai és endrődi galamb és kisállattenyésztő egyesületeket megalakulásuknak 70. évfordulója alkalmából. A Béli reményét fejezte ki, hogy a közös munka és a támogatások eredményeképpen újabb és újabb sikereket könyvelhetnek majd el a területen.